Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, itt a Hit Radio stúdiójában pedig Mező Gábor kutató újságíró. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Egy új könyvet kapcsán fogunk beszélgetni, a kultúra megszállása. Itt tartom a kezemben, és ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe is. A videónk leírásába egyébként belinkeljük azt az oldalt, amelyen keresztül meg lehet rendelni. Mindig bajban vagyok, amikor egy általad írt könyvről kell beszélgetni, mert minden fejezet megírna, megérne egy külön beszélgetést, és most sem fogjuk felolvasni a könyvet, hiszen arra nincs időnk. A kultúra megszállásáról szól ez a kötet, ugye te korábban már a média megszállás, erről is írt el, a Magyarország gazdasági megszállásáról is. Most miért a kultúra? Nem is tudom, honnan jött az egész igazából a eredendően két korszakai érdeke most már igazából a történelmünknek, a szocializmus, annak is leginkább már kész a késői szocializmus és a rendszerváltás. És a, ahogy a média, médiával foglalkozó könyvemben is ez volt igazából a kulcs időpont, maga a rendszerváltás, a rendszerváltoztatás rendszerváltozás időszaka már az is jellemző, hogy nagyon sok fogalma próbáljuk körülírni, tehát nincs egy ilyen egységes, elfogadott fogalmunk rá. Úgy ebben is, és nyilván, ami még egyébként nagyon érdekelt, hogy, hogy a 45 után történteknek milyen későbbi hatásai voltak, akár a rendszerváltásunkra, akár mondjuk a 90-es, 2000-es évekre hiszen azért ebben a kötetben szerepel számos olyan ember, akinek vagy a rokona, vagy saját maga aktívan részt vett a rendszerváltás előtti kultúrának az igazgatásában, irányításában, vagy ilyen társutasként működött közre, írt is a társutasokról, illetve aztán később a rendszerváltás után ők lettek a független kulturális értelmiség, akik mindig általában azt mondták, hogy középen állnak, és hozzájuk kell viszonyítani a dolgokat. Egy kicsit viszont korábbról kell Kezdeném. Amikor beszélgetünk emberekkel, nagyon sokszor halljuk mostanában azt, hogy mennyire virágzó, pesgő kulturális élet volt a Kádár rendszer idején, sokkal virágzóbb és pesgőbb, mint napjainkban, és ez Kádár János és Acél György elévülhetetlen érdeme, ezt szokták mondani. Te a kötetetben többek között arról írsz, hogy volt ugye a Rákosi Révai páros, és volt a Kádár Acél páros, és hogy a Kádár Acél páros inkább kiegyezett a kultúrában résztvevő emberekkel is, és hagyták, hogy éljenek, ugyanakkor meg kellően szabályozták ezeket. Szóval ha az összes összbenyomásodatra lennék kíváncsi, hogy szerinted káros volt, vagy hasznos volt a Kádár rendszernek a kultúrpolitikája? Hát összességében azt gondolom, hogy nagyon káros, de és ez lehet, hogy ellentétesen hangzik, vagy, de mellette meg egyébként tényleg pesgő volt, meg színű volt. Itt azért, amivel kezdem, én is nagyon sokszor találkozok azzal, hogy ugye ezzel a fajta nosztalgiával a Kádár rendszer irányába, ami egyrészt természetesen sokan valóban jól éltek akkor, de szerint van nagy többség nem. Amit nagyon sokan szerintem összekeverünk, és akár erre én is hajlamos vagyok, a saját múltunkat összekeverjük az általános történésekkel. Erre még egy elég jellemző példa, hogy ilyen visszaemlékezésre olvasom, hogy akkor milyen jó volt, mert még a Kádár rendszerben, mert még akkor gyerekkorunkba kimentünk, és kint játszottunk az utcán, és labdáztunk, és a pataknál, és nem ez volt, hogy nyomogattuk ugye a telefonunkat. Nát ez ugye tipikusan az, az, általános. Tehát itt a világ változott meg igazából. És az, amit erényként társítanak mondjuk a Kádár rendszerhez sokszor, például milyen sokan olvastak, az egy világfolyamat része volt. Tehát akkoriban többen olvastak, kevesebbet, hát ugye nem volt internet, a tévét talán nézték, de azért talán nem olyan szinten, mint már nálunk a 90-es ugye nem is volt tehát volt egy csatorna nagyjából, vagy kettő, ugye az, az állami csatorna, tehát nagyon sok ezeket így összemossák. Mennyire tele voltak a kultúrházak, a színháztól kezdve, az irodalmi esteken át, Hofi a humor estjein keresztül, az utolsó faluban is a művelődési ház tele volt, és ebből Nem van... volt más igazából, tehát... Ugye ebben a hangulatban érdekes akár hozzányúlni olyan szereplőkhöz is, és te bátran hozzányúlsz, akik ilyen ikonnak számítanak, meg ilyen sérthetetlennek, hiszen akkor ők okozták a mindennapi emberek örömeit. Nagyon érdekes az, hogy amit így említettél itt ezzel a. Hát 90 után volt egy eléggé egységbe tömörült egy értelmiségi elit, amelyik az értelmiségnek volt egy olyan csoportja, amely jellemzően együtt mozdult. Tehát mondjuk jellemzően azt mondták magukról, hogy sokan azt mondták, hogy ők amúgy nem szeretnek poetizálni, ők egyébként objektívek és függetlenek, de azért jellemzően mindig a nemzeti, vagy úgynevezett jobboldali kormányok ellenálltak ki. A fasizmus miatt aggódtak. A fasizmustól ugye rettegve, és ugyanezt a, tehát ugyanezt a mászt igazából nagyon sokakra ráhúzták. Tehát Hofi Gézára is, aki egy rettentően tehetséges komikus volt, tehát egy zseniális komikus, nagyon-nagyon jó előadó, rá is ráhúzták, hogy ő ugye a népnek volt a a nép bohóca, a nép humoristája volt. Már megkaptam egyébként jobboldali embertől is, hogy hát azért Hofi annyira kár őt ilyen politizálásra gyanúsítani, meg nem tudom. Utána jött ugye a DK-s politikusnak a megszólalása, hogy Hofi mindig is az övéké volt, és az is marad. És ezt köszöntük szépen, mert legalább vannak ilyen alapvető dolgok, amikről egyetértünk, hogy Hofi egy politikai humorista volt. Hát Hofi egy politikai humorista Csak volt. Pont ezt mondták, hogy ő megmerte mondani a Kádár rendszerben, és mert olyan kiszólásokat, amelyeket a, ha ö, gyáva lett volna, akkor nem mert, és közben meg a könyvedben írod az elitvadászatokat, írod a, az alkoholt, és írod azt, hogy a pártelitnek is humoresteket tartott, és ez az, amiről nem beszélek. Erről egyébként, ha már így belevágtunk a közepébe, Hofiba, aki ebben egyébként inkább mellékszereplő ebben a könyvben, de hogy ö, tehát, hogy de őt hol helyezett el ebben a történetben? Azért is kérdezem, mert szerintem a Hofihoz hasonló karakterek más-más területen talán szintén érthetők, ha például Hofit elhelyezzük a káderi kultúrpolitikában. Hofi egy nagyon jó példa abból a szempontból is, hogy ő tulajdonképpen egy szelep volt. Tehát, hogyha objektíven próbáljuk meg vizsgálni az ő szerepét, akkor egy szelep volt, tehát pontosan az kimondhatott már olyan kritikus dolgokat, amiket más nem, és ezzel igazából hozzájárult ahhoz, hogy hogy ez a szocializmus ugye nyitottabbnak tűnjön, már egy tényleg egy, egy fejlett szocializmusnak tűnjön, főleg itt a környező diktatúrákkal összehasonlítva, hát nem kell talán ecsetelni az idősebbeknek, hogy azért Romániában vagy Csehszlovákiában sokkal keményebb volt a helyzet. Csaucseszkunak nem volt nem volt hofigézája, vagy hát ha volt, akkor, akkor teljesen máshogy működött. Azt kell látni, hogy, hogy ő tudatosan megkapta végül is ezt a szerepet. És általában az ilyen szerepek mögött, általában volt egy olyan ember, aki hát úgymond mestere is volt, akár irányítója Hofi mögött, ez Komlós János volt, ugye korábbi kipróbált AVH-s, személyesen felelős egyébként egy teljesen ártatlan szerzetesnek a megöléséért, tehát kivégzéséért, azt az ügyet azt ő építette föl egy az egybe. Komlós a politikai rendőrség után átkerült így a kultúra területére, tulajdonképpen újságíróként dolgozott, aztán a mikroszkop színpadot ugye elindíthatta, ahol ő engedette meg először azt, ez még majd a 60-as évek elején járunk, hogy kritizálja a, a, kommunizmus, és akár, és akár, hát ha nem is a vezetőket, de mondjuk a második, harmadik vonalat. is. ez már egy éles váltás volt ahhoz képest, ami a Rákosi diktatúrában volt, ahhoz semmit nem lehetett nyilván kritizálni, hát egy viccér ugye leültettek évekre, itt már lehetett, azt azért kevesen látták át, hogy, hogy ennek is megvoltak a szabályai. Ahogy az emigráns sajtóba fogalmaztak, nyilván csak ott íratták meg ennek a valóságát, miniszterhelyettestől lefele. Tehát a komlós is úgy viccelődött, hogy attól lefelé lehetett. Ez beleillik abba a képbe, hogy az volt a cél, hogy hát igazából a magyar társadalomban mindenki hülye, de a kádár az, az jó. Abszolút ez. Tehát ezt is egyébként megírták már akkor az emigráns sajtó, hogy tulajdonképpen ezeknek az üzenete, és szerintem ez azért volt mérgező humor. Egyrészt, hogyha valaki megnézi a Hofinak a vicceit, vagy a Komosnak a vicceit, ezek jellemzően bántó viccek. Tehát mindig valaki céltábla, tehát mindig valakibe belerúg. Ugye elég ismert, a, valamennyire ismert Komlós Jánostól ez a idézet, hogy a Verebes István odament hozzá, és kérdezte, hogy hogy van János, már Komlós már öreg volt, és mondta, hogy az utolsókat rugom és kérdezett rá vele, vagy nézett rá a verebben, és, hogy miért ennyire rosszul, vagyis nem, másokba, és elkezdett röhögni, ugye. Na most pontosan így működött a humor, mindig valakibe belerúgni. Tehát ez egy ilyen bántó, bántó humor volt, és sajnos volt egy olyan hatása, hogy általában jellemző a magyar társadalmon gúnyolódtak. Tehát az egészen, hogy igazából az volt az üzenete ezeknek a legtöbb viccnek, hogy ez miattunk van ami egyébként a rendszer maga az ide az jó, az a szociális működtetne, de itt az apró, kisebb, nagyobb emberek mindig valahol. Ez egy önirónia, ugye van egy egészséges önirónia, vagy pont egyébként erősíti azt, hogy mi magyarok szerencsétlenek vagyunk, lopunk, simlisek vagyunk. Most a Hoffinak a tervgazdálkodásos monológia jut eszembe, ami most, hogy így mondott, tényleg egy kicsit azt hozza elő, hogy ami aztán ki is alakult talán bennünk kép, hogy mi, vagy itt a legrosszabb az élet, meg, meg mi magyarok amúgy is ilyen szerencsétlen bugris nép vagyunk. Azért néha ez, ez jött le Hofiból. Annak nagyon le. Rajta. Most csak gondoljunk bele, én is rögtem a Hofint, sőt, hogy ha most megnézem a Rózsa Sándoros még mindig tudnék rajta röhögni, mert az pont olyan, amiben egyébként viszonylag kevés mondjuk a politika. De itt igazából csak bele mindig azt a kérdést kell föltennünk, hogy mit, miért és kinek, amikor valamit olvasunk egy cikket, és már rögtön gondolkodhatunk annak, hogy mi van a hátterében. Ha a hatalom szempontjából nézzük, akkor, akkor igazából erre fele kell menni. Hát akkor lefelé kell nyomni ugye egy népet, hogy minél jobban tudjunk rajta uralkodni. Tehát jó, hogyha az a nép magáról azt hiszi, hogy teszett osza, ügyetlen, tolvaj, nem tud tenni magáért. Nyilvánvalóan volt ebben egyfajta tudatosság, gyakorlatilag elhitetni itt az emberekkel, hogy amit rossz, az igazából miattunk van, és nem azért, mert maga a rendszer igazából nem működik. De akkor magát a rendszert, mondjuk a szocializmust azért kritizálta Hoffi, ugye ki is mondta, amire szintén akár sokan felkaphatták a főket, tehát hogy a rendszert, mint rendszert, vagy mint Kádár Jánost mennyire kritizálta? Mennyire, vagy az mennyire volt irányított, ha kritizálta? Egyrészt minden irányított volt. Tehát azt azért pontosan tudjuk, nem csak összejárt vadászni ugye kádárékkal, de hát itt minden szöveget igazából átnéztek és előrengedéztek. Ezt egy ilyen rendszerben elképzelhetetlen, hogy az ország legnépszerűbb humoristájának igazából minden mondata ne legyen előre egyeztetve. Hát, de úgy, akkor nem az, mond... az hogy Hofi ott közben uh, a pillanat hevében viszos... bemondott valamit, hanem ki volt minden mondat találva. Ezek a Komlós János és a Hof is nagyon profi előadók voltak, és nagyon profi ö, 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 szövegszerzők. Itt szerintem a, a, az improvizálásnak a, a, az esély az eléggé minimális ö, lehetett. Itt tényleg a lényeg az, hogy hogy elítettek egy, egyfajta látszatvalóságot, hogy ez egy szabadabb rendszer, ahol már lehet kritizálni. Kérdezte, hogy, a, hogy igen, már kádárt is lehetett. Mikor csináltuk a históriával a, a humorról szóló adást, az m akkor megnéztem a Hofinak a Kádár paródiáját. Egyébként ez is már azért később jött, tehát mindennek meg volt az ideje. Kádár paródia az 70-es években lehetett. És ha valaki megnézi, semmi bántó nincs benne. Tehát konkrétan parodizálja Kádát, de semmi bántó nincs benne. Tehát a hangját parodizálja. A hangját. Most ebbe, ez egyébként valójában megnézte egy kollégám, és mondta, hogy most egyébként utólag nézi meg, semmi bátorság nincsen. De hogy akkor mégis úgy volt, ugye annyira folytott volt a rendszer, hogy az is bátorságnak tűnt. Nem beszélve arról a nagyon ügyes trükkről, és egyébként tényleg ügyes volt, hogy Hofi szint az összes előadásában hangsúlyozta, hogy jaj, mi lesz velem, és na most ezért majd biztos elvisznek. És hát akkor lehet, hogy legközelebb már nem látnak, meg nem állok itt. Hát egy akkora játszma volt ez, hát pontosan tudta, hogy a hajaszála nem görbülhet, hát minden vicce meg volt tervezve. Olyan egyébként tényleg történt, hogy illetékes eltársaknak sok volt. Hát gondoljuk el, hogy az, az egy nagyon összetett rendszer volt azért már. És voltak nagyon vonalas szektárs eltársak. Most, mint egy biszkubéla, és annak elképzeljük valami vidéki változatát, teljesen mindegy, hogy kit, biztos, hogy felháborod, felháborodott bizonyos jeleneteken, és biztos, hogy szólt is. És aztán látta, hogy semmi nem történik. Magyarul magasabb szinten volt védve. Ö, azért azt látni kell, hogy hogy a Kádár -acéli félre kultúrrendszer egy zseniálisan felépített rendszer volt. Tehát pont azért nagyon nehéz egyébként akár így rendesebben föltárni és neki menni, mert nagyon sok munka kell hozzá, és nagyon összetetten működött. Tehát tényleg megjelentek olyan művek, amik itt a környező országban szerintem sehol se. Például tényleg üldözték a szamizdatosokat, de azért azt is látjuk, hogy őket is olyan felemásan üldözték. Tehát én azt mondom, hogy itt volt egyfajta ilyen látványpékség, ami, ami egyrészt így a belső Közvéneminek is szólt, hogy jobban érezzék magukat az emberek, másrészt meg a nyugatnak is szólt, akiknek meg be kellett ugye bizonyítani, hogy ez egy szabadabb rendszer. És ehhez igazából a Hofi nagyon jó volt. Ehhez a Moldova György, aki mögött szintén állt egy ugyanolyan válhatatlan múltú, mindenre kapható ember, mint Komlós, ugye a Kardos György, ugyanez. Ugyanolyan szerep volt a Moldova is, és a Moldova is pontosan tudta, hogy mit írhat meg, és kiről. Hát nem gondoljuk, hogy ő úgy, ugye úgy írta meg mondjuk a Magvetőnél a regényeit. Hogy ezt a legfelső szinten nem engedélyezték. Hát maga Kardos György volt arra a biztosíték, hogy pontosan tudta, hogy ez megjelenhet ez viszont már nem. Ugye a magvetőről uh, szintén külön cikkeket is írt el, illetve a könyvedben is említed Moldova Györgynek és Kardos Györgynek a működését is, ami szintén talán erről csináltunk is annak idején külön adást egyébként, mert hogy majd belinkelgetjük a korábbi adásainkat ez alá, a videó alá. Viszont akkor egy kicsit beszéljünk a, a Kardos György emberekről, vagy azokról az emberekről, akik az adott tehetséges művész mögött állnak. Hogy ők kitől kapják az utasítást, mi a feladatuk és mi a funkciót töltenek be. Egészen pontosan ezekben az emberekben pont az volt az értékes, és szerintem azért is helyezték ilyen területekre, mert nemcsak, csak, hogy vállalhatatlan dolgokat tettek 45 után, de mellette képzelt, képzelt, mellette képzelt, nagyon művelt emberek voltak, nagyon tehetségesek voltak. Hát egy Kardos György nagyon tehetséges ugye, volt. A, a az is nagyon tehetséges felében volt. többek között Kardos Györgyről, igen, 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 András igen, igen. és Andrásról, és Kosti Sós Vera a történetéről írsz, ami azért bőven ugye a karrier része is, de mellette a családi tragédiák. Hát mellett a családi tragédiák egyébként tehát szörnyűek. Azt is látni kell, hogy ezek az emberek amellett, hogy, hogy egy folytogató rendszert képviseltek attól függően hogy mi, olyan eszközökkel, amilyen éppen volt a rendszer. Tehát a Rákosi diktatúrában a legkeményebb veréssel, ártatlan emberek kivégzésével, kínzással, zsarolással, mindennek később már sokkal ö, körmönfontabb módszerekkel. De emellett azt lehet látni, és igazából erről szól a könyvnek az első két fele, főleg a Kardos Györgyes történet, hogy a saját családjukat is igazából tönkretették. Tehát Kardos György is egy tipikus, mostában a szó, de szerintem pontos is mérgező tipikus, mérgező típus volt. Tehát egy olyan ember, aki a környezetét tulajdonképpen megmérgezte. Ezt nem szó szerint kell érteni, hanem egy olyan légkör teremtett, egy olyan tényleg toxikus személyiség volt, aki mellett azt lehet látni, hogy mindenki tönkre ment. Tehát lehet látni, hogy hát most nem titok, már megírom a könyvembe is, hogy a fia öngyilkos lett. Az apja a fegyverével. Az tervén. apja az ezredes fegyverével, akit ugye otthon ők ezredesnek hívhattak. Tehát van egy olyan jelenet, hogy ott ül, ezt ugye a későbbi akkori menye írja le később, Botontágnes pszichológus, akinek csak ajánlani a könyvét, mert zseniális, és nagyon letisztult. Ő írja le, ugye, hogy ott bemennek, és akkor ott ül a foteljába kardos György, akkor már magvető kiadónak a mindenható vezetője, és akkor toporog, szerencsétlen fia, nem tudja, hogy megszólíthatja-e, mert amúgy is csak ezredesnek hívhatják, nem is néz rájuk, tehát egy ilyen, igazából hogy ő otthon is ezredes. És, és egy idő után egyébként folyamatos ő, tragédiák érik magát az ezredest is, és biztos vagyok benne, hogy összetörve hal meg. Ő se egyébként túl sokáig, és komlós sem, komlósnak sikerült gyakorlatilag halára inni a magát. Ugye, amiről beszélünk, az most ö, látható egyes történetekből, de szinte mindannyiunk családjában vannak hasonló történetek talán, vagy az ismeretségi körünkben. Hogy szerinted mi az oka annak, például az apa-fiú viszony, hogy az egy ilyen hivatalos viszonyá válik, egy ilyen kemény. Tehát, hogy ezt látom én is, pártfunkcionárosok gyerekei mesélik nekem sok esetben, hogy az apjuk nem az apjuk volt, hanem otthon is a pártitkár elvtást játszotta meg, vagy, vagy játszotta, hogy ez szerep volt, vagy, vagy miért volt ez a fajta bizalmatlansági légkör sok esetben még a családokban is. Szerintem volt ebben valami gyökértelenség is, hogy valahogy ez a kommunista mozgalomba, nyilvánvalóan a kommunista mozgalomban belül úgy tudták a legjobban irányítani az embereket, hogy amitől lehet, elvágják őket. Ugye a magyar társadalmat is, amitől lehetett, a hagyományaitól, az értékrendjétől, a vallástól, mindentől, ami gyökér lehetett, ami kapaszkodni lehetett, megpróbálták elvágni. Hát ugye ez teljesen hatalm, technikai eszköz, annál könnyebb irányítani azt lehet látni, hogy ezeket a kommunista káderek hasonlóan működtek. Mindig eszembe jut a Farkas Vladimirnek az apja, ugye a Farkas Vladimír az egy avh tiszt volt, az apja Farkas Mihály ugye a, a hírhet Rákosi féle négyes fogatnak a, az egyik tagja, a honvédelmi miniszter élethalálúra. És volt egy, ugye a kommunisták ugye egymást is lecsukták egy idő után, hát volt egy olyan pillanat, amikor mind a két Farkas börtönben volt a kommunisták alatt. És a Farkas Vladimir nagyon megrázóan, hogy próbálja fölvenni ott a rácsok mögött a kapcsolatot az apjával. És nem lehet. Mert így valahogy, már nem emlékszem a jelenetre, hogy mondja neki, hogy, ne, hogy én nem tudlak, fiam, de hogy nem tudja. Soha se volt az apja, egész a mozgalma dolgozott, a Farkas Vladimir teljesen mások nevelték ugye föl. És ezt le is írja, hogy ettől lett teljesen gyökértelen, és ezért ö, irányítható. De ugyanezt ö, el lehet mondani, hát Kados György ugye börtönbe kerül nem is találkozik ugye a, a fiával akkor, akinek egyébként meg kell tagadni a saját nevét, amikor 56-ban keresik az öreg kardost, akkor még nem is öreg, hogy esetleg eltegyék lábalól, vagy legalább valahogy felelősségre vonják, akkor egyébként ott hagyja a családot, megint így lelép, és a, meg van mondva, hogy a fiának már egy másik néven kell bemutatkoznia. Tehát konkrétan még a nevét is elveszik már gyerekkorába. Nagyon sok ilyen történetet láttunk. Még egyet el tudok mondani, ez is csak valamennyire ismert, Kepes András ugye a népszer is kiváló ö, riporter, tényleg kiváló riporter, ő egyébként megírta ő is így a családjának valamennyire a történetét. Hát róla is lehet tudni, hogy amikor az apja, aki egyébként egy ö, régi kommunista elvtárs volt, spanyol polgárháborúban is ez a sztálinista hadtest oldalán harcolt tulajdonképpen, amit ők persze felszabadítóknak hívtak, meg, meg polgárháborús hősöknek, ő később egy ö, diplomata lett, meg hát minden egyéb, ami ezzel jár, és az egyik szolgálatot például úgy vállalta el, hogy a gyerekeit, a kepest és a, a lánytestvérét berakták egy intézetbe. És ha jól tudom, hosszú ideig, egy-két évig, nem tudom pontosan most fejből idézni, de ott éltek. Elvágva a szüleitől. A kepest egyébként érdekes, mert ezt úgy adja elő, hogy ő, hát az apját végül is erre rákényszerítették, itt kellett hagyni, mint egy túszként. Érdekes ezzel a kapcsolatban, hogy Szilágyi János, egy másik ismert tévériportár, róla is kiderült, hogy őt ugyanúgy intézetbe adta egyébként az apja, csak a szilágyiban az a más, az a különbség, hogy ő kimondottan haragszik ezért ma is az apjára, mert szerinte úgy érzi, ez az ő döntése volt. Nem lehet pontosan tudni, mert nem ismerjük, de én nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy régi, a kepesnek az apja egy régi már volt, hogy neki túszként ott kellett volna hagyni. Ezt szerintem egyébként valószínűleg csak mesélték a gyerekeknek. Na de képzeljük el azokat a szülőket, akinek van gyereke, ki az, aki otthagyja a gyerekét egy-két év? Azt se tudja, mi lesz vele Ki az, a... aki meghúzva ezt, és milyen lehet így fölnéni, hogy az apád egyébként otthagyott hagyott téged? Hát vagy ez a nagy kérdés, hogy mi van, ha ez a rendszer sajátossága Ez a rendszer volt, és ilyen magától volt. értetődő. Nekik volt szerintem az... igen, az öregnek. Az öregeknek. Mert hogy így működött a rendszer. És itt merül fel az a kérdés, hogy ők ezt vajon miért csinálták? Imádták a hatalmat, vagy építeni akarták a szocializmust, vagy ezen ők pénzt kerestek? Ez szerintem minden embernél más is más. A Kepesnek az alapja biztos, hogy egy hithú kommunista volt, tehát az elejétől végig ott maradt, ugyanazon a, a, a vonalon ment. Sejtetően lehet, a, 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 a szilágyinak is, de hát itt azért már össze, de hát itt karrier is van külföld, ki jutott külföldre, alig jutott ugye valaki külföldre, pláne külföldi állást. Tehát azért mindenki szeret szerintem külföldön dolgozni, főleg akkor, hogyha valahol annyira életetlen a rendszer, mint Magyarországon. Már pedig Magyarországon, ugye itt a múltról beszélünk, azoknak is elég élhetetlen volt, akik felső vezetésben voltak, vagy másodikban. Persze ott értek a világban, de egyébként bármikor sor rájuk. Tehát itt azért nagyon... Ez már a Kádár rendszer alatt is így volt? A Kádár rendszerben nyilván kevésbé, de, a, de, a, de a, a Rákosi diktatúrában abszolút így volt. Tehát ez szerintem mindenki, mindenik családnál valószínűleg egy egyéni történet lehet. Itt a lényeg az, hogy meghozták ezt a döntést, és igazából lemondtak a, a gyerekeikről, és igazából nem tudom, sokáig lehetne ezeket sorolni, hát csak a belegondolunk Rajklászlóra, ugye, ifjabb Rajklászló az szdsz a, a fontos embere, most már néhai. Hát ugyanaz volt gyakorlatilag, amikor az, az apját kivégezték, őt egy intézetbe rakták, és nem is a saját nevén élt. Na most ő így nőtt föl. Szerintem egy olyan ember, egy olyan gyerektől nem lehet vár, várni, hogy teljes értékű legyen, aki évekig nem a saját nevén élt. Tehát még a nevét is elveszik tőle. Ugye látjuk azt, hogy a magyar kultúra, mint olyan, az azért évszázadokon át egy ilyen egymásra épülő, a magyarságra épülő kultúra volt, pontosan a szocializmusig. Te De hogyan definiálnád az utána lévő akár irodalom, akár zene, akár a színház humor műfajában lévő új irányzatot. Ugye említetted azt, hogy más korszak volt mondjuk a mostanihoz képest is, hogy az idumult a kor trendjeihez, és valójában az továbbra is egy nemzeti kultúra volt, vagy csináltak egy ilyen laboratóriumi körülmények között előállított műkultúrát? A kettő között azért van, tehát van az igazság. Egyrészt nyilván rengeteg tehetséges és zseniális előadónk, művészünk, írónk volt, de hát mindenki egy adott kereten belül mozgott. És azt is lehet, az is teljesen nyilvánvaló, hogy ami mondjuk olyan tényleg nemzeti dolognak számított, meg magyar dolognak számított, az azt igyekeztek a háttérbe szorítani. Tehát voltak ugye tabu témák, amikről egyáltalán nem lehetett, voltak indexre tett írók, alkotók, akikről egyáltalán nem lehetett még megemlíteni se. Tehát kialakult egy ilyen, egy, egy nagyon magas színvonalú kultúra, én azt mondom, tehát ezzel nem volt gond, csak nagyon sok embert kiszorítottak, és szinte mindenbe benne voltak ezek a vörös farkak, tehát szinte mindenbe benne volt egy kis csúsztatás, minden egy kicsit. Azt szokták mondani, most általában a népszavában megjelennek ilyen írások, meg még egy-két helyen, hogy igazából akkor milyen szabad volt, és milyen jó volt, és a politika nem nagyon szólt bele, és hogy milyen zseniális művek születtek, milyen zseniális drámák. A másik vélemény, ami ennek teljesen szöges ellentétje, hogy a valójában valószínűleg egyetlen igaz mű sem születhetett, ugyanis cenzúra volt, és leginkább öncenzúra volt. Tehát föl kell tennünk azt a kérdést, hogy, hogy egyetlen születhetett -e igaz mű. Igazából csak akkor született igaz mű, hogyha valami olyan területet érintett, amiben semmi politika nem volt. Illetve múltkor beszélgettem egy akkor a kiadás területén dolgozó emberrel, aki megígérte, hogy majd eljön nagy interjút adni hozzánk, és ő azt mondta, hogy hát az első 5-10 oldalba kellett beleírni a kötelező kommunista szövegeket, és mert hogy addig olvasták a cenzúrok, és hogy utána viszont már azért a 80-as években elég szabadon lehetett fogalmazni. Hát de itt is azért a határokat mindig lehetett látni, tehát persze biztos lehetett már szabadabban. Hát 80-as években már rendszerváltásra készültek igazából itt elég sokan nagyon kevesen voltak már valójában kommunisták. Tehát mondjuk a értelmisének a jelentős része már inkább egy ilyen reformkommunista, ennek volt egy ilyen kisebb népi ága, volt egy ilyen nagyobb, inkább liberálisabb ága. Tehát teljesen átalakult már minden, de a tabu témák ugyanúgy megvoltak. Tehát a Kardos György mondjuk a Hajnóci Péternek az elkülönítő című könyvét nem jelentette meg. Nagyon sok mindent megjelentettek. De azt nem mert az alapjaiba leleplezte az egész szocializmusnak így az embertelenségét, és az, hogy valójában milyen mérgező és rossz ez a rendszer. Tehát a határok ugyanúgy megvoltak. Azon belül egyébként már nagyon nagy szabadság volt. De hol látod az író, költők, előadó művészeknek a felelősségét? Nyilván ők nem gondolták azt, hogy itt rendszerváltás lesz, és ilyenkor megérthetjük azt, hogy ők csak alkotni akarnak, és ha kell, akkor még kompromisszumokat kötnek, de mégiscsak a felszínen akarnak maradni, vagy ők elvtelenül szolgálták ki a rendszert, vagy milyen mintázatokat látsz? Szerintem van azért ugye, nyilván van egy értető kompromisszum, tehát egy, egy, alkotó azért szeretne alkotni, szeretne megjelenni. Ugye ezzel ért leginkább vissza ez az egész kádári acéri, ezzel tudták zsarolni az emigránsokat, akik szerettek volna itthon megjelenni, belül ezzel tudtak mindenkit manipulálni, van erre egy jó szó, hogy egy gazdálkodás, hogy néha adtak, néha elvettek, néha a fejükre ütöttek, Azért szerintem senki nem muszhatjuk a vizes lepedőt, mert meg akart jelenni és megjelent. Na de azokat egyébként élesen el, azoktól, akik viszont hát nyilvánvalóan a diktatúra ennek a rezsimnek a fenekét nyalták. Hát így nyilván mondhatom itt a Brody-t, vagy a konzolt, hát akik egy országos béketanásban ott szónokol, meg, meg ezeken a béke, meg és üléseken, meg a tatai roktanácson felszólal mondjuk az alternatívok ellen, azt azért, tehát így vegyük már külön attól, aki csak megjelent. Tehát itt egy zalatna is arról, tehát most azért ráhúzni, hát ő szórakoztatni akart és ma akart. Nem, itt voltak direktbe politizáló emberek, amelyek szerintem még szintén egy válható dolog. Nem én lehetett volna valaki a kommunizmus híve, oké. Okay. Itt igazából az az érdekes, Konzidusos hogy utána meg az az azt Ródiános, mondták, hogy nem politizáltak. Azt mondod, hogy a kommunizmus hívei voltak? Látszólag. Hát aki mondjuk a 80 évek elején, nem tudom, ott a Kiszkábénak a békefesztiválján szónokol, és akkor arról szól, hogy Amerika tegye le a fegyvert, és a Szovjetunió békét akar, stb., hát az van a kommunizmus ő valójában szerintem nem volt a kommunizmus híve, tehát nem gondolom, hogy mondjuk a Brody ennyire, hát a Brody egy nagyon értelmes ember. A konszor se gondolom, hogy ők a kommunizmus híve lettek volna, na de ott álltak ugye a diktatúra mellett. Amivel azt mondom, hogy utólag, úgy mondom, hogy nincs baj, hogy utólag ezt lehet értékelni. Oké, okay, megtörtént. Nem, azzal van, hogy egyébként ezt utólag letagadták. Elvinném tök más irányba egy kicsit a beszélgetést, csak mert ennek a mélységeit próbálom én nagyon régóta megérteni, főleg úgy, hogy nem értem akkor, tehát nem tudom, hogy abban a helyzetben például én mit csináltam volna, hogy írtál egy egyébként szerintem nagyon izgalmas és kiváló cikket Drábik Jánosnak az életéről. És akkor utána bejött a Drábik, és megkérdeztem tőle, hogy most akkor itt hogy volt ez a Szovjetuniót érthetjük dolog, és mondta, hogy ő részt vett az 56-os forradalomban, és utána akkor a, meg a családja ráadásul református volt, és hogy emiatt neki azt tanácsolta az egyetemnek a vezetője, mert hogy Amerikába szeretett volna menni valami ösztöndíjjal, hogy írjon egy ilyen kommunizmus dicsőítő szöveget amit aztán nem is ő írt, hanem rediktáltak neki, de megírta, aláírta, egy percig nem gondoltak komolyan, és ő azt mondta, hogy akkoriban ez a rendszer így működött. És hogy én mindig próbálom megérteni azt, hogy például, ha valaki a kisz a tagja volt, ugye a fideszes politikusokra is gyakran mondják, hogy az a bizonyíték arra, hogy ők a kommunisták, hogy a kisz a tagjai voltak, de hogy akkor úgy valójában egy-két kivételt, vagy nem egy-két, de pár kivételt leszámítva, mindenki a kisz a tagja volt, mert a legtöbben ott éltek társasági életet, és nem feltétlenül nem a, a, politika miatt. Hogy hol van a politikai felelősség, hol van az, ami már mondjuk tényleg a rendszer elvtelen kiszolgálása, a szocializmusnak a, az embertelen építése, stb. És hol van ez, a, ami szintén a kádári társadalomra jellemző. Egyébként ez az összekacsintós, a rendszert kiátszuk, és elmondjuk ezeket a szocialista hülyeségeket, hogy hagyjanak minket élni. Hol van a különbség szerinted? Hát itt azért um alaposan szét kell így húzni. Tehát az, igen, a fidesz meg sokakkal kapcsolatban is elmondják, hogy igen, ez meg az meg kis tag volt, meg nem tudom. Tehát itt ez egy tudatos játszma, hogy a mezei kis tagokat, a mezei pártagokat most mondjuk az MSMP, KB tagokkal, a kis KB tagokkal, a korábbi pártvezetőkkel, cégvezetőkkel. Tehát itt alapból volt egy ilyen játék, egyébként pont arra szolgált, hogy, hogy a társadalmat valami arra fele vezesse mondjuk az akkori magát átmenteni készülő elit, hogy ne nézzen szemben, ne akarjon felelősségre vonást. Ennek érdekében elterjesztették ezt, hogy, ja itt ma mindenkit elő fognak venni. Hát itt az összes kismunkásült előveszik, itt az összes MSZNP tagot előveszik, nem tudom hány százezer vagy inkább millió ember. Nem, tehát nem szabad ezeket összemosni, teljesen más a felelőssége annak, aki MSZNP tag volt, vagy kis tag volt egyszerűen nyilván muszáj volt belépni, szerintem azokat kell kiemelni, egyébként azt viszont el szoktuk mulasztani, és ez sokkal fontosabb, azokat kéne kiemelni, akik nem léptek be. Tehát néha azokról is kéne beszélni, aki nem lett kis -tag, pedig jó jött volna neki, aki nem lett MSZNP tag, pedig jó jött volna neki. Ugyanakkor nem szabad belemenni ebbe az, általán, ebbe az általánosításba. Zsábikról nem akarok hosszabban kitérni, mert hát mindig érkezik tőle egy elég erőteljes reakciós nekem igazából erre nem sok szükségem van. De azért nem tudom, Neki muszáj volt ki menni Amerikába? Nem. Ki akart menni Amerikába, és azért meghozta a döntést. Bolgár György ugye mondta azt, hogy amikor őt kiküldték Amerikába tudósítani, Bolgár Gyuri bácsit, akkor behívta hogy őt is az ámbiztonság, mert mindenki tudja. Általában az járt a tudósítás, hogy beszervezés, vagy ilyesmivel, de ő nemet mondott, ugye, és hát annyira, sosem magyaráztam meg, hogy miért, de hát annyira nagy ember volt mert akkor is, hogy akkor őt így is kiengedték nem volt kötelező kimenni Amerikába tudósítani. Sajnos olyan rohadt volt ez a rendszer, már elnézés a kifejezésért, hogy gyakorlatilag mindennek ára volt. Kádár és Acél tudatosan arra is ráment, hogy gyakorlatilag az egész társadalmat kompromitálják. Tehát, hogy mindenki egy kicsit részt vegyen benne. Aki nem vett benne részt, az gyakorlatilag vállalatól nem volt normális munkája, hogy a gyerekeire, vagy a gyerekét valószínűleg nem vették föl. Nem Ki az, aki meghozta ezt a döntést? Tehát nem várható el egy társadalom jelentős részétől, hogy meghozza ezt a döntést. A ország lehet, én se hoztam volna meg ezt a döntést. Azok voltak a hősök, akik ugye meghozták ezt a döntést, és így mentek szembe a rendszerrel. És sajnos, mivel majdnem mindenki valamilyen szinten kompromitálva lett, valamilyen szinten betagozott a rendszerbe, és maga a rendszer élhető volt, sokkal élhető volt, hitelekre épült, de élhető volt, mint mondjuk Románia ezért igazából nem is volt nagy vágya az igazi rendszerváltásra. Tehát erre mondta egy lengyel történész kollega, hogy gyerekek, nálunk ment a szolidaritás a 80-as években, kőkeményen fölépettelen hatalom. De ha elvittek ezer embert a szolidaritásból, másnap ott volt éltek 2000. Gyerekek, nátok mi volt? Ha elvitték azt a tíz, nem tudom, lázadó pártit, volt meg senki nem jött a helyükre, tehát nem volt még tíz. Itt sajnos szerintem azért is volt ilyen rossz a rendszerváltás, mert egyszerűen túlságosan kényelmes volt ez a rendszer, Túlságosan élhető volt a valóságban is a szocializmus, és ezért kisebb volt az igény egy valódi változásra. És ö, egyébként, ha már Pák Tibort említetted, akkor viszont azért pont az ő élete bizonyítja azt, hogy lehet az árral szemben is menni, és lehet, ha hogy sokkal nehezebb hogy is hasonló, az igen. élet, és tele van tragédiákkal, de legalább mondjuk, amikor meghal, mint például ugye Pák Tibor esetében is, akkor azért egy magyar, a magyar társadalomnak a nagy része az mégis talán tisztelettel emlékezik meg róla. is egy, egy olyan ember emlékezik, aki nem volt hajlandó kompromisszumot kötni. Hát igen, már, már aki tud róla, tehát így de a... nem lehet nagy sztár, az is igaz. Nem lehet nagy sztár. Pont az a nehézség, hogy mostán megint olvasom, a, a Hargitai Miklós írt a népszavába, de ez állam előjön így a posztkommunista sajtóban. Ezek az értelmiségek, hogy hát hol vannak, mondani, hol vannak azok a remek művek a szocializmus? Hát nem voltak, hát semmi nem került elő. Annyira undorító és ajas szöveg, hát egy csomót meg se írtak. Egy csomót megírtak és eltűnt, kidobta az unokája, aki azt se tudta, hogy a nagyapja író volt. Hát nem is tudhatunk róla. Az az igazság, hogy ezek a művek meg se születettek, és, és gyakran, ha megszülettek, kiadta valami kis magánkiadó 92-be. Nem is tudunk róla. Én, de valószínűleg te is így vagy vele, hogy hány olyan könyvet találtunk meg később, amikről addig nem is hallottunk, mert soha nem beszélt róla senki. Írtak róla három cikket ismeretlen újságokba. Holott az a könyv az egyik legfontosabb könyv mondjuk az elmúlt 30 évből. Egyébként szerinted az, hogy ki lesz híres, elismert író, a szocializmusban, az szintén egy ilyen forgatókönyv része? Tehát, hogy akkor már működött egyfajta ilyen szocialista menedzsment, akik sztárírókat ö, alakítottak ki? Képeztetek? Csurka István, tehát hogy mondjuk, mondjuk egy olyan, aki a radikális embereknek, vagy a jobboldaliaknak egy nagy példaképe Csurka István. Hát úgy betagozódott egyébként ebbe az acéli ac 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 kultúrvilágba, hogy nem igaz. Hát folyamatosan megjelentek a, a, a drámái. Erre írta egyébként a Posgai Zsolt, hogy hogy akkor a drámák voltak csak az igazak, és hogy a drámába meg lehetett már írni. Hát vele is tudnék erről beszélgetni, egy nálam azért valószínűleg műveltebb és idősebb ember, milyen szinten igazak, hát az, igazi, az igazán igaz műveket nem lehetett kiadni. Tehát a csurka is úgy írhatta meg a műveit, a nagyon erős drámáit, hogy azok áthallásosak voltak. De mindig ezek az áthallásos. A Bródi is arra volt utalva, büszke, hogy ezzel meg azzal mit üzen. És Hárga Rózsa az egy áthallás. Igen, volt. de az átlagember meg nem értette az át. Tehát nagyon jó, hogy maguk az elit így tudott egymásnak meg az értelmiség üzenni, de az átlagember abból nem nagyon értett semmit. Pont ettől volt ilyen összetettem ez a rendszer, hogy végül is a csurka is betartozott ebbe, ebben az esetben jól is élt, szerette is ezt a jó, jó életet, pedig biztos, hogy nem értett vele együtt. De hát meg akart jelenni, szeretett jól élni, szeretett lovizni, szeretett élni. Ennek meg volt az ára, ő megfizette. Volt, aki egyébként nem fizette meg, annak nem jelentek meg a könyvei, lehet, hogy a nevét se tudjuk. Ugye érdekes, ez talán itt a Hit az egyház nem kultúra, de valahol azért mégis, mert ráadásul a hídgyülekezete adott ki már illegálisan könyveket akkor, mert minden. De hogy így beszélgetve például a gyülekezetünk vezetőivel, hogy nekik is felajánlották azt, hogy tagozódjanak be a rendszerbe, akkor lesz egy normális életük, cserébe jelenteni kell, ők ezt nem vállalták. Ugye minden tiszteletnek a megrendezése az bűncselekmény volt. Volt a, a lelkész, vezető lelkészünk felesége, elvesztette az állását a gimnáziumban és egyébként ők azt mondják, hogy nem bánták meg, hogy így döntöttek, mert hogy, és ők nem számítottak arra például, hogy rendszerváltás lesz. Tehát ők nem gondolták, hogy az ilyen gyorsan el fog jönni, viszont hát, tényleges hátrányok voltak. És ez merül fel a kultúra területén is, például pont a csurka kapcsán, hogy ilyenkor az ember, amikor mérlege, hogy igen, én itt vagyok, tök tehetséges vagyok, és tudok írni most. Mi van, ha egész életemben az asztalfióknak fogok hát dolgozni? Ennyi. Mi van, ha... És akkor nyertek. Mi egyébként. van a kompromisszumot? Tehát, hogy, hogy, például te megérted a csurka kompromisszumot? A csurka kompromisszum megértem. Azt egyébként nekem az már annyira nem, tehát a, amilyen kényelembe élt meg, amennyire visszaélt ezzel a kitüntetett nekem az sok, személy szerint, de magát a kompromisszumot egyébként itt inkább I és Gyula lehet a jó szó. Ugye őt szokták egyre többet támadni azzal, hogy leült, leült, a acélla, ott is lakott egyébként itt az eltársak között, és tulajdonképpen megegyeztek. Ez volt egy ilyen kompromisszum, megegyezés. Jó, de már meg, hogy akkor mi a másik út. Tehát, hogyha mondjuk nincs megegyezés, akkor a népi irodalom, jobb jobboldali irodalom, hagyományokhoz hű irodalom, az nincs. Csak hogy az, mondja, hogy akkor fér össze az egy mondat a zsarnokságtól ö, művel. Abban ahol... meg egyébként minden benne van, de csak gondoljuk meg, hogyha ő nem írja alá, nem szó szerint, de nem ül le acélla, és nem egyezik meg, akkor lehet, hogy egy csomó könyv nem jelenik meg. És legalább megjelenhetett. Tehát az, az igazság, hogy sajnos pont ettől volt ördögi a rendszer, hogy ez igazából a rendszer szempontjából egy win-win, egy győztes-győztes szituáció. Nem állsz velünk össze? Jó van, kutya nem fog téged ismerni. Sőt, a családtagédat kirúgjuk, a többieket se fogják. Összeállsz? Már is kompromitáltad magad, miért velünk össze? Elvileg antikommunista vagy. Ha utólag megnézzük, szerintem én nem fogok senkit fölmenteni, és nincs rá is szüksége egy ilyes Gyulának, aki nyilván százszor nagyobb egyéniség nálam, nincs rá szüksége, de nagyon bonyolult dolgok ezek, és, és és nem csak maga miatt hozott meg egy kompromisszumot, hát ott volt mögött egy csomó kisebb bíró is. Ő igazából egy védőernyőként is volt fölöttük. Tehát szerintem ezeket érdemes Beke Albertnek ma most egy ilyen elhíresült és a maga nevében nyilván valamennyire igaz munkája, ő összen mindenki járuló volt, ugye, 56 után. Én azt ezt ilyen óvatosabban, tehát itt kellett élni. Tényleg nem tudták sokkal, hogy lesz a -e rendszerváltás mi lesz egyáltalán magyar irodalom? Megszűnik, nem szűnhet meg, akkor tényleg csak a kommunisták íratnak meg a libera. Tehát itt azért meg kellett kötni olyan kompromisszumokat, amiket szerintem úgy értékelhetünk, hogyha megpróbáljuk beleképzelni magunkat abba a helyzetbe és abba az időpontban. A személyes részére mennék még rá, még hozzá acélék szempontjából, hogy ez egy ördögi kör, és egy nagyon gonosz dolog, vagy egy valójában egy kompromisszumkészség és a kor szovjet megszállás alatti lehetőségeit acélék is a magyar nép javára fordították. Valójában ha összességében úgy történt volna a dolog, hogy mondjuk ez a KDR rendszer úgy működik, vagy működik úgy, ahogy a kultúrpolitika úgy, ahogy működik, elég egyirányon, de oké, okay. de közben mondjuk a gazdaságunk, úgy működik, hogy nem adósítják el az országot az elmúlt elkövetkezendő, nem tudom, száz évre. Akkor azt mondom, hogy ez egy jó kompromisszum volt, teljesen jó. De hát a valóságban igazából azt történt, hogy végig a szovjet érdekeket kiszolgáltuk, meg volt itt a szerepünk egy világpolitikai játszmában, és az lett a vége, hogy a rendszerváltás korára, 90-es évekre még sikerült annyira szétlopni az országot a privatizáció alatt, hogy majdnem csődbe ment. Tehát igazából a magyar embereknek a munkájára volt szükség, és a kiállására is és egyébként részben szerintem ebbe tört bele a társadalmunk, és szerintem mindenki túl dolgozta magát, hogy, hogy, hogy talpon maradjunk. Tehát ez így nagyon nem volt... De nem lehet, hogy az másik síkon zajlott? Tehát, hogy volt a szocialista gazdaságpolitika, azt vitték funkcionálisok, és volt a szocialista kultúrpolitika, azt meg az acél vitte, és a lehető legjobb szándékkal, most nyilván ironizálok, gondolom, érzed, de hogy, Értem. hogy, hogy azért hallok ilyen hangokat. Azt azért, tehát azt azért mondjuk én is mondjuk elismerem, hogyha ránézünk, hogy hogy működött a szocializmus gazdaságilag, tehát nyilván az tízből egy, vagy nem tudom, mínusz és megnézem, hogy hogy működött kulturálisan. Hát remek művek születtek, virágoztak a folyóiratok, a kiadók, tényleg nagyon jó albumok megjelentek, tehát ez nyilván sokkal jobb volt a mérleg. Maga a cél is egyébként nyilván. Kádár nagyon jól tudta, hogy milyen alkukra lehet megkötni, és mit nem. Hát azt hisz, hogy egyébként egy nagyon nagy formátumú politikus volt. Hát, amúgy jól működtette, de összességében azért elég káros volt. Beszéljünk a zenéről, mert a zene meg talán, nyilván kicsit talán a bitkorszak miatt is, de a, a társadalmi lázadásnak volt a jelképe. Ö elmentünk koncertre, nem mi, hanem akik akkor ott voltak, berúgtunk, és egymás között az észítük a rendszert. Ugye látjuk, hogy nagyon sok titkosszolgálti jelentés kerül elő, hogy a különböző házi bulikban, meg koncerteken milyen dolgok hangoztak el, és az előadó művészek egy része is azt mondja, hogy a zenéjével látszott az akkori rendszer ellen. Ehhez képest te hogy látod, mi volt a valóság? Hát én úgy látom egyébként, hogy nyilván egyrészt szeretem egyébként ezt a fajta zenei stílusra nem is vagyok a nagy rajongója már, de gyerekkoromban még szerettem is a... Én nagyon sok bizzenét hallgattam, még Illést is hallgattam, Konzsuzsát is hallgattam. Az LGTB-t LGT egyébként még a mai napig is hallgatok. Nagyon összetett volt ez is, mert egyrészt nagyon jót tett szerintem így a szüleink generációjának, hogy legalább ez volt, és itt ki lehetett engedni. Azt kell látni a gőzt, azt kell látni, hogy a kommunizmusban és a szocializmusban nagyon jól értettek ahhoz, hogyha valami nem tudtak változtatni, akkor megpróbálták az élére állni, és akkor legalább azokat a az előadókat, azokat a kiadványokat támogatni, akik mondjuk nem számokra megbízhatóak voltak. Most a szamizdat példájában egyre nyilvánvalóban lehet látni, hogy a beszélőnek a működés az nagyjából ez volt, elindult a szamizdatolás, látták, hogy ez jó, csináltak egy olyan beszélőt, amiben ugye az, az, ott volt mögött az SZDSZ-nek a későbbi elit csapata, mindenkinél pártkötődés, áviás kötődés, szülői vonalon, stb acél azért lehet azért tudni, hogy a acél a nagyjából meg volt minden beszélve, jól is jött a nyugaton is, mert látszott ott, ez már tényleg egy illető szocializmus érjük, hogy megjelenhet Csak már. a beszélni, hogy most Szamizdal. megnéztem Hodosár Róza interjúját a Partizántól, vagyunk itt, vagy Rózsa. Róza. Róza? Jó. Róza. 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 Akkor, jó. Akkor jól mondtad. Csak ritka név. Megnéztem Hodosá Róza interjúját a Partizánban, ahol elmesélte, hogy hogyan bukott le a nyomdája a beszélőnek, és hogy ő hogyan menekült a rendőrök elől, és hogy az alapján, amit ő ott elmondott, és egyébként nem is vitatom, hogy ez így volt, ők úgy érték meg, hogy egy mozgalmi dologban vesznek részt. És egy nagy kérdés, hogy közben például Demszki Gábor a szülei révén, vagy, te, vagy más beszélősök a szüleik rokoni kapcsolatok révén közben hogy volt beágyazva a rendszerbe. Hát itt is le kell látni egy egymás mellettiséget, tehát az állambiztonság, mert a rendőrség pénzt tényleg üldözte őket. nem kis részben azért, mert Demszki Gábor akkor is egy eléggé furcsa karakterű ember volt, és azért hát olvastam én cikkeket, jelentéseket is arról, nyilván nem veszem őket százszerzalékosan, de hát ő többször ilyen összetűzésbe keveredett, de abban egyébként az ő személyisége is benne volt, szerintem. az most akkor ma is, ez tanult, minimum vagy, liberális vagy... Azt lehet látni, hogy a végső soron mindegyikük, marxistaként, lukácsistaként, maoistaként, újbaloldalként, nekem mindegy, hogy hogy hívjuk, mert én antikommunista vagyok, tehát nekem ez egy massza, de hogy úgy indultak. Üldözte őket az állambiztonság egyébként valamilyen szinten, üldözte a rendőrség. Biztos, hogy nagyon sok kommunista politikusnak nem tetszett, hogy kik ezek. De mellette volt egy párhuzamos dolog, a, cél, a mögöttük voltak. Hát ők pontosan tudták, hogy ennek a kommunizmusnak vége van gyerekek. Hát a nyolcas években ők már pontosan tudták, hogy ennek vége van. Nekik aztán nagyon jól jött volna, hogy, hogy ez a hatalom azért valamennyire ilyen saját kézben maradjon, tehát a régi gárdának a, a követőinek. Tehát én elhiszem egyébként, hogy üldözték őket, az is biztos, hogy voltak közöttük nagyon tisztességes emberek. Csak közben volt azért ott egy ilyen hátsó játszma is, ezt szeretném bemutatni. És miért mondtam ezt a bízzenészekkel kapcsolatban. De azért ott is lehetett lehet látni, persze bízzenem, menjen, menjen, menjen. Azért, aki túlzásba, aki egy kekszet mondjuk, ugye baksasóst azért csak elüldözték, meg megverték, meg nem tudom. Ott is lehet látni azért, hogy, hogy nem kialakult három ilyen eléggé támogatott beat, későbbi rockbanda, Omega, Illés, Metro. Most az Omega történetét nagyon nem kutattam, de a metrónál azért az orán meg a Dusán testvérnek ott volt mögött egy elég jelenték egy kommunista apuka, egyébként ő hozott be, vagy ő hozott be, behozott már nyugatról gitárt, tehát hogy ilyeneknek is nagyon sok közük van, ez is érdemes ismernünk a múltot, mert esetleg ezen múlhatott, hogy kinek az apja tudott behozni mondjuk egy elektromos gitárt. És ez például már előny. Zoránnak kapcsolatban tetó. írod ugye pont, hogy, hogy legalább ő a rendszerváltás után közéleti kérdésekben nem... Ezt mindig kiemel, szimpatikus. Öö, miközben az előző rendszerben volt... Öö, nem gondolom, hogy a jobb oldali, tehát biztos, hogy benne aztán lehet lepjen meg, hogy aztán én nem is érdekem, hogy ő se jött vele elő, miközben van nekem egyébként hozzá. Tehát én nem gondolom, hogy mondjuk esetleg ne ahhoz a másik táborhoz húzna, ami nyilván teljesen miért ne húzna oda, ahova akar, de hogy nem politizált nyilvánosan, és ez számomra egyébként azért szimpatikus, mert ő szerintem pontosan tudja, egyébként, hogy Bródinak is kéne tudni, és konsznak, az előző rendszernek a kedvezményezetje volt ízetlen dolog utána, főleg most Magyarországon diktatúrázni úgy, hogy egy valódi diktatúra kedvezményezhetjei volt. Brodi János és Konzsuzsa esetében, de beszéltünk Zoráról, és miben nyilvánult meg, hogy ők a rendszer kedvezményezetjei voltak? Konzsuzsa nagyon érdekes, hogy mindig fölhozott egy olyat, hogy jaj, neki volt a nagy jelbeszéd botrány, amikor így behívták a lemezt, és akkor egy interjúban azt mondta, hogy hát ott évekig nem jelentett meg. Semmilyen annyira a dóra volt az igény. Én nem is értem egyébként nála ezt, hogy ez miért mond ilyeneket, mert Google-be beírja az ember, és látja, hogy utána ugyanúgy megjelentek évről évre a lemezei. Nyilván van látni kell, hogy neki az, aki egy ilyen jó politikai támogatást adott, az a volt apósa Boldizsár Iván, klasszikus, úgynevezett polgári társutas, valójában ő is a kommunista rendszernek az egyik vezető kádere volt, káder egyik kedvenc propagandistája, még a 80 évben is kádárt értette, na ő volt ugye az apósa, ennél jobb szerintem hátszél nem kellett konzsuzsának. Bródinak is a családilag azért eléggé jó be volt ágyazva, ő is a rendszerbe. Ezt is mm -hmm. az el lehet mondani, Zorán már említettem. Szóval az előadó művészeknél azért nem az van, hogy a mit tudom, Ózdi munkás lakótelepről valaki megérkezik és karriert csinál, hanem itt párt Mondhatunk olyat, aki nem hozról, hanem mondja a földről érkezett, meg is próbált karriert csinálni, Radics Béla. Egyszerű munkás gyerek. Ugye van, aki szerint cigány számozású, van, aki szerint nem teljesen lényegtelen sem jogunk abba, hogy most itt számozásába belemenjünk. Minden eset egy nagyon egyszerű, úgynevezett proli családból származó, zseniálisan tehetséges gitáros. Hát a kádárrendszernek neki kell van lenni az ikonja. Tehát a rendszernek hogyha úgy működik, úgy. amit hazudik magáról, neki, vagy, neki, kellett volna lenni az ikonnak. A munkás zenész, ezt képest nem hagyták érvényesülni, nem lehetett nagy lemezre. Általában nem kis részben azért is, mert azért neki is voltak antikommunista megjegyzései a színpadon. De akkor azt látod, hogy az akkori zenei elit az többségében a pártfunkcionárius sok esetben mondjuk külkeres kapcsolatokkal, gazdaságilag is már beágyazott kapcsolatokkal rendelkező családoknak a gyermekei ből kerültek ki többségében? Hát azért az így leegyszerűsítő lenne, tehát nyilván itt azért senki nem mondhatja azt, hogy nem tudom, a, a Illésnek csak azért jelentem meg a lemez, hogy nem. Hát egyébként egy nagyon jó zenét csináltak, Bródi jó szöveget írt. Azt nyilván állíthatjuk, hogy ezek a kapcsolatok segítettek. És ezek a kapcsolatok később is fontossá váltak, ugyanis akik mondjuk Jensen után politizáltak, ugyanaz a mellett a társaság mellett politizáltak. Tehát konkrétan mondjuk Bródi meg Konsz hogy az SZSZ mellett. Ez a tipikus áll antikommunista, ugye már 94-ben ezzel. Már előtte is lebuktak, hogy nem volt az legalábbis a belső csoportjuk. Most nem beszélünk azokról, akik leléptek onnan, mert amúgy antikommunisták voltak. Tehát az is egy átsza volt. Azt lehet mondani, hogy igen, ez a kapcsolatrendszer ez előtte és utána is nagyon sokat segített. Amivel nincs baj, én igazából csak megírtam, hogy volt és maradt ez a kapcsolatrendszer, ami sokkal problémásabb, hogy ők végig egyfajta független lázadó szerepnek próbálták ki magukat beállítani, ott konkrétan a SDS nek a politikai rendezvényein zenéltek. Most már egy ideje kijött a könyved, jött reakció az érintettektől? Nem nagyon, még Ez biztos le. fog egyébként, de azért általában, hogyha jól sikerül egy könyv, akkor az érintettek részéről általában egy nagy hallgatás szokott lenni, ugyanis nyilván nem nagyon akarják magukat reklámozni ilyen szinten, úgyhogy egyelőre ezt látom, azt tudom, hogy Brody megvette a könyvet, azt mondták ott kint a könyvféten, hogy jött már ott délelőtt, még nem voltam kint, és már vett magának egy példát, úgyhogy gondom, akkor el is olvasta. Az az igazság, hogy én ma a magam stílusába próbálok minél letisztultabb lenni. Tehát, hogyha még összehasonlítom ezt a könyvemet a média lenyúlásának titkos történetével, ami szerintem egyébként ezekhez a darabokhoz képest hogy nem azt mondja, hogy nagyon harsogó stílusú lenne, de azért ez szerintem annál már letisztultabb, talán empatikusabb is. Azért azt is próbáltam bemutatni, hogy végigis valamilyen szinten itt minden logikus, tehát így mindennek megvan igazából a háttere. Lehet tudni ezekről az emberekről, mondjuk a Kardosról, Komlósról, miért léptek be a politikai rendőrségbe. Tehát pontosan tudjuk, hogy azért léptek be őket, tehát 44-be, nem azt, hogy üldözték őket, családtagjaikat, barátaikat, ugye megölték, túlélők voltak. Ez teljesen papírforma, ha én magamról tudom, hát belépek a politikai rendőrségbe, hogy legalább még egyszer ne történjen meg velem. Az nyilván más kérdés, amit utána elkövettek az emberek. Itt is egyértelmű, hogy ezeknek a családoknak a nagy része miért lesz liberális, hát most mi lennének jobboldaliak, nekik a jobboldal, főleg a saját családjukban egy szitok szó volt. Tehát nagyjából fasizmus, nácizmus, hanem sokan inkább össze is ezeket. De ezek mind logikus dolgok és lépések. Én is próbáltam ezeket úgy értelmezni, hogy egy kicsit belehelyezkedni a, az ő szemszögükbe, egy kicsit belehelyezkedni abba a pozícióba, ahol ők voltak. Illetve írod a könyvedben, hogy nem szeretnél most már ilyen tudományos szakszavakat használni, amit még az egyetemi tanulmányai során megtanultál, és tényleg nagyon olvasmányos lett a könyv. Talán még a korábbiakhoz képest is azt látom, hogy, hogy jóval sztorizósabbra vetted. Ez azt jelenti, hogy Borvendi Zsuzsanával beszélgettem erről, hogy ő sem a tudományos életnek ír már könyveket, miközben egyébként bőven megállná ott is a helyét, de hogy ott úgysem idézgetik annyira, viszont közben meg tömegek olvassák. Tehát, hogy te is rájött el arra, hogy a, nem a, a felső elitnek szeretné könyvet írni, hanem az átlag embernek? Nem, az, ez abszolút így van igazából. Egyrészt azért is meg kell mondani, hogy az egész könyvem lájbiedzete van, tehát igazából meg megvan hivatkozva, megvan nyilván ez a formai dolog, tehát itt minden adatolva van, de mellette nyilván az ismert terjesztés a célom, tehát azt mondom, hogy volt egy elég erősen uralkodó narratíva, egy elég erősen uralkodó mese itt a kádárkorszakról, a kései kádárkorszakról, és jó lenne, hogyha ez egy másik nézőpont is esetleg megjelenne. Nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy az emberek, minél több ember elolvassa, és vitatkozzanak. Nekem azzal sincs bajom, sőt, ami teljesen máshogy látja. Azzal sincs, sőt, az nem a cél igazából, hogy le, az ember egy átlag olvasó leüljön, és otthon megnézze a saját családi történetét, leüljön az apjával, leüljön az anyjával, a nagybátyjával, a nagyapjával, aki még elérhető, és akivel lehet, és átbeszéljék a, a, dolgokat, hogy, hogy mik történtek, hogy ne az legyen tényleg, hogy mindenről van egyfajta mesénk, és akkor azt elhisszük. Ugye te magad is írsz a saját családodról, a saját család történetetekről is, ahol Anna néninek hívják talán Igen. azt a rokonodat, aki nem feltétlenül illik bele a, a funkcionáriusnak a szerepébe. Miért tartottad fontosnak a személyes szállat? Hát ez is tehát magam miatt is fontosnak tartom. Tehát az az én családomon is ez ugye a véghez ment, Anna néni belépett a politikai rendőrségbe, az AVH-ba, amit én jó, hát nem tudom, hogy kb. tíz évvel ezelőtt tudtam, meg majd lehet meg kicsivel több ide. Kikutattad, ideje. vagy mondták? egészen egyszerű volt, megvettem a kis az AVH-s könyvét, és ott volt a névsorba is. <laughs> Meglepődtél? Hát nem kicsit, és tulajdonképpen utána kiderült, és kiderült, hogy ezen belül már azért valamennyire lehetett tudni, nem nagyon volt ez kibeszélve, sőt. És pontosan azért minimumnak tartom, tehát hogyha én másoknak a történetét megírom, másoknak a családi történetébe úgy mond, ugye szokták ezt mondani, hogy vájkálok, amit egy szerintem egy nagyon rossz ízű kifejezés. De, de mások családi történetét megírom akkor az a minimum, hogy a saját családi történetemet is megírom, és azzal is foglalkozom. Másrésztől meg azért is tartottam fontosnak, mert bennem Anna néni a szeretet, hát nem volt a nagymamám, a nagymamám testvére volt, de nagymamámként szerettem, sőt, igazából a halál előtt mondhatom, hogy a, hozzá legközebb álló három-négy emberbe biztosan benne volt. Egyfajta példakép volt. Nagyon nehezen raktam magamban össze, hogy ugyanez az ember, ez az avh tiszt volt, és mint megtudtam, nyomozó is volt, tehát politikai ügyekbe játszott szerepet. Pontosan ugyanezzel a fajta nehézséggel néz szembe szerintem a könyvemnek sok szereplője, mondjuk a Kósannának a nem kivált hagyaték, hogy erről szólt, apja, anyja ávihás volt, anya ráadásul öngyilkos lett 68-ban, a most bum, így fölnőni, képzeljék, hogy milyen, de megírta. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel szembenézzünk, és, és ezzel próbáljunk kezdeni valamit, és, és mondjuk próbáljuk összerakni az általunk szeretett embert az avh -sal. Te hogy raktad össze ezt? Nem mondom, hogy már teljesen sikerült, de, de ez folyamatos mítoszrombolás. Pont múltkor beszéltem a feleségemmel erről a témáról, és akkor mondtam, hogy hát hát így, meg úgy, hát ez Anna néni igazából szakított ezzel a múltjával, hogy legalább nem lett semmi, és akkor kérdezte, hogy hát igen, de akkor végig is miért járt kirándulni ezekkel a régi avh tisztekkel később is? És akkor leesett, hogy tényleg miért járt, hát végig is akkor mennyire szakított, hogy ebben a világban előtt? élt, nem? Hát mert ebben a világban élt. A barátom. ebben a világban élt, de magamnak nem hazudhatom azt, hogy igen. szakított meg szembenézett, mert ebben a világban élt. És ugye ebből a hazugságból, amit magamnak hazudtam belül, az az érdekes, hogy az ember mindig keres mentségeket, fogózkókat. És lehet, hogy nincs is szükségünk mentségre, hiszen ő abban a világban élt, abban a világban kell értékelni. Hát nem fogom én megvédeni, mert egyébként nem tudom, hogy pontosan mit csinált, mert kutathatatlan. Tehát és ő erről neked soha nem beszélt. Mikor megtudtam már, hát ő már gyerekkoromban meghalt. Jep. Tehát így nekem az lett volna jó, hogyha le tudok vele ülni, képzeld be, egyébként nyilván leültem vele, és meg tudom kérdezni, mert így egyelőre nem nagyon tudok semmit. Valahogy össze kell illeszteni ezt a képet, és ez szerintem már a mi generációnak a feladata. És főleg akkor nehéz, ha ismersz egy kedves embert. Mert ugye ezért a könyvetben belátunk olyat, amikor az a szerep, ami a, a tiszt szerep, az hasonló otthon is. Hát a kardos György az... az, 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 az Ott az, az talán még egy De könnyebb, szerintem a Komlós is elég kemény És az lehetett. talán a családtagoknak is egy könnyebb helyzet, mint az, amikor van egy jóságos nagypapa, vagy egy nagymama, akiről aztán kiderül, hogy hogy szörnyű bűnöket követett el. Akár. Igen, de az viszont egy nagyon jó kérdés, hogy lehet-e valaki jó apa, vagy anya vagy nagynéni ilyen bűnökkel, mert szerintem nem igazán. Tehát ezek azért olyan bűnök és olyan rémes tettek és olyan kibeszéletlen dolgok, ami mellett szerintem egy emberi elme vagy lélek nem működhet igazából tökéletesen. Tehát én nem hiszem, hogy itt voltak igaz. Tehát biztos, hogy volt, aki valamennyire el tudta választani. Valamennyire. De azért megnézzük ezeket a történeteket, nagyon másos. nem fogom kimondani a nevét, de van egy elég ismert ember, akinek a szülei az apjáról lett tudni, hogy egy vezető Áviás volt. És ő mindig úgy mesél róla, hogy milyen csodálatos családjuk volt. Az anyja is nagyon jó fej volt, az apja is. Egyébként kimondom, Janikowski János a Móra könyvkiadónak a vezetője. Azt lehet olvasni, hogy milyen. Na most nem tudom, hogy így volt-e, de egy másik forrás, Soma, aki viszonylag közel állt a családhoz, gyökeresen más mondott. Tehát itt azért. Itt azért érdemes megnézni, hogy valóban így voltak ezek a dolgok, meg azt, hogy mennyire lehet valaki jó apa, vagy normális apa, aki előtte ártatlan emberek kivégzésébe játszik szerepet. És hogyha otthon normális tud lenni, nem akkor lehet-e éppen szociopata vagy pszichopata. Mert lehet az még rosszabb. Tehát lehet, hogy az az értető, hogyha valaki egy rémes ember otthon, hiszen rémes dolgokat csinál. Lehet inkább az volt a veszélyes, aki otthon jó fej tudott lenni. Mert azzal mi volt? Két személyisége volt? És akkor itt hoznám be a mai utolsó témánkat, az alkoholizmust, amiről terészetesen írsz a könyvedben, egészen elképzelhető anekdotákkal, hogy hogy iszik meg valaki 30 uh, kis konyakot. Ugye a konyaknak is fontos szerepe van, hiszen a viszki uh, túl skót, meg angol, a pálinka meg túl magyar, ezért konyakoztak az elvtársak. Uh, és ezen én is elgondolkodtam, hogy a saját családomban is azt látom, hogy abban a rendszerben mindenki, aki vezető tisztséget töltött be, az nagypapám nem töltött be vezető ő egy őrnagy volt a katonaságnál, de ő is folyamatosan ivott. Tehát nem volt szinte tiszta pillanata. És azt mondják a családtagjaim, hogy az, az, a, az, volt a válasz, hogy ezt a rendszert így lehetett túlélni. Hogy, és ez nem ilyen, hogy hétvégén elmennek bulizni és jól érzik magukat, hanem ez egy mélyebb alkoholizmus ennél, ami látom, hogy mind mint hogyha még akár a mi generációnk, hát is nem az a, szerintem mi már kevésbé küzdünk úgy az alkoholizmussal, mint az elődeink, de hogy ezeknek a pontosan az, hogy, hogy minden, szinte mindenkinek a családjában vannak ilyen alkoholista apanagypapasztorik, papasztorik, hogy ezek egy mély lenyomatot hagytak bennünk, hogy te hogy látod a kádárrendszernek a sajátossága volt az alkoholfüggőség? Hát igazából ez nem nekem kell így látni, ez így volt. Tehát már tanulmányok is vannak, ugye kiugróan magas volt az alkoholisták aránya és az öngyilkosoké. Csak ez szokás volt ugye úgy beállítani, hogy ez majd magyar jellegzetesség lett volna. Nem, hát ennek itt társadalmi okai voltak, történelmi okai voltak. Ez nem úgy kezdődött, hogy nem tudom, mi már ezer éve iszunk itt és öngyilkosak leszünk, leugrunk ugye a lovainkról. Nem, ez így kialakult. Én az azt a kárderrendszerben erősödött meg? hát azt látja, hogy a káder hihetetlen erőssé vált. És azt lehet látni, hogy itt tényleg szinte mindenki ivott. azt szoktam mondani a könyvben is, ívott, hogy ivott az üldöző is, és az üldözött is. Tehát a Kardos György is ivott, a Komlós János is hívott, és itt a, az áldozatok is. Félelmetes egyébként ez is, hogy, hogy, hogy ezzel mennyire nem nézett szembe a társadalom, hogy két megoldás volt, az egyik volt az elviccelés, a harmadik az, hogy nem beszélünk róla, és a második meg a stigmázás. Tehát, hogy na hát ez is ilyen. De hogy miért lett az? Tehát, hogy nagyon kevesen nézték meg azt, hogy valaki miért lett ugye alkoholista. Nem lehetett beszélni igazából semmiről. Tehát nem lehetett beszélni a gulágról, nem lehetett beszélni az avh dolgokról, nem lehetett beszélni a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszakról. Holokauszó sem lehetett beszélni. Persze lehetett róla írni, de nem nagyon, és nem is beszéltek. Mit csinálják az embereknek a nagy része? Iszik. Valahogy megpróbálja ezt a stresszt ugye, ugye elviselni, feloldani, nem beszélve arról, hogy a rendszer nagyon aljason működött. Mit csinál akkor, aki részt vesz benne? Ugyanúgy a próbálja. Ez se lett igazából kibeszélve, és azt is csak tanácsolni tudom egyébként mindenkinek, és ezen az igazán érdekes, hogy ugye, visszagondolunk valamelyik ősünkre, nagyszülőnkre, nem? hogy még az beúrik hogy hallgatag volt, ott ült, nem szólt senki, ez nagyon sokat hívott, vagy öngyilkos lett, vagy agresszív volt. Kicsit próbáljuk meg utána hogy miért lehetett az. Ez nem a felmentés, de hogy kicsit próbáljuk meg megérteni, milyen környezetben volt ő, nézzünk utána. Ez azért is fontos, mert legalább utólag fel tudjuk oldani, és, és talán azzal annyit elérhetünk, hogy velünk már nem fog ez megtörténni. Azért tanulságos a könyvedet így elolvasni, mert látunk egy kádári sóműsort, poén halmazok a humoristáktól, zene, vidámság, tánc, irodalom, meg mögötte egy ilyen alkoholista, öngyilkos magyar társadalmat ö, mélységeiben. Te mit vársz egyébként a mostani könyvet tehát a kultúra megszállásától összességében itt társadalmi szinten? Hát az ilyen nagy szavakat nyilván nem használjuk, a társadalmi szinten milyen hatásra, szeretném, ha minél többen elolvasnák. És nem tudom, amit a Borvendi Zsuzsától mondta, egyébként bennem is van egy ilyen tanítói, ilyen tanítói szerep. Nekem az a családom volt több tanár, bennem is biztos van egy ilyen tanítói szerep. szeretné még kicsit a társadalmat szembesíteni a múlttal, szembesíteni a családi múltunkkal, szembesíteni önmagunkkal, nem tudom, egy kicsit egészségesebb társadalom legyünk. Most van például egy, tehát nálunk például van egy ilyen hit ellenesség és egy egyház Sokat tompult már. De azért van egy ilyen is még, mit ami mindig trendi lenne. És például olyan jó lenne, hogyha ennek meg tudnánk ennek is az okait. Ez 45 óta hogy, hogy szóval ment. Vallás a népek hópiummal meg. A... És hogyan finom mondott a módszer. Tehát most például a kedvencem, hogy mindig jönnek ilyenek, amikor írok egy-egy ilyen nagyon durva történetet hogy 80-as években, hogy vegzáltak mondjuk egy papot. Mindig jön, de hát mit, miről írok én? Hát ő bármi, ő szabadon járatott templomba, és ő ide men, ne hazudjunk, minden szabadot, meg nem tudom. És általában utána jön egy másik hozzászó, aki leírja, hogy velem mi volt vidéken, hogy őket hogy figyelték meg, hogy nem járhattak el igazából. És lehet látni, hogy például igen, van, aki eljáratott, de voltak családok, akik nem tehették meg, egyébként igazán vallásos családok, nem tehették meg. És hogy annyi ilyen hazugságunk van, még a 70-80-as évekről is, nagyon tisztába kellene tenni, hogy ez a 80-as éveknek tényleg volt egy ilyen látszat szabadsága és egy átalakulás. De volt mellette egy másik világ is igazából, hogyha valaki vallásos volt, vagy valaki közismerten jobb oldali volt, vagy valaki szúrta a rendszer szemét, nagyon keményen lecsaptak rá. A hát, Tibor, hát, még... de igazából nagyon sok ilyen kis történet volt, és azt hiszem észre, hogy jönnek a hozzászólások, egyébként jellemző vidéken volt sokkal keményebb a rendszer egyébként szerintem mindig. És jöttek a, a feladatot, nem? Hogy mi? hogy nem volt akkor, tehát Budapesten nem lehetett megcsinálni ugyanazt. Budapestről mindig jobban fókuszált a média, mindig jobban fókuszált a nyugati média, egyszerűen nem lehetett ugyanazt megcsinálni, mint vidéken. Vidéken sokkal inkább, ráadásul ott is voltak különbségek, tehát azt is pontosan tudjuk, hogy nem volt egységes. Tehát volt 80-as években, ahol az adott megyében egyszerűen sokkal normálisabb volt a kommunista vezető, és volt, ahol tényleg még ilyen régi szektás volt, és akkor lehetett tudni, hogy ott kőkemény volt a rendszer a 80-as években. Csak ezt beszéljük meg, jó lenne egyébként ilyen minél több ilyen orálhisztorit és személyes visszaemlékezést összeszedni akár egy kötetbe, egymás mellé rakni, akár a kommunista visszaemlékezését aki jól ért a nyolcas, aki nem élt jól, abból talán valamit láthatnánk, hogy mi történetet akkor. Nagyon fontos uh, munka ez, és ez a könyv is, úgyhogy továbbra is ajánljuk a hallgatóknak a Kultúra Megszállása című könyvet Mező Gábortól. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a meghívást. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, legyen szép a napjuk, viszontlátásra, viszonthallásra.